hangsúlytok le rád. Minden perc számít, a szószoros értelmében ennyire érzékeny az agy. Amikor visszamentem az amerikai útra, kontrollra, akkor mondták nekem, hogy egy ilyen súlyosságú sztrókba 10-ből 9-en belehalnak, és 10 000-ből 1, aki felépül. Megbénítom a lábad, elgyengítem a kezed, lezsibbasztom az arcodról a mosolyt. Ugye meg se bírsz szólalni? Összeakad a nyelved? Vagy látási zavaraid vannak? Ez a felvilágosító kisfilm a stroke vagy közismert nevén a gutaütés tüneteit sorolja. Ez a betegség nem más, mint amikor egy agyi ér egy vérrögtől elzáródik. Ha nincs időben segítség, az így fellépő oxigénhiánytól az agy bizonyos részei elhalhatnak, a szervezet maradandóan károsodhat. Nem érdekel a korod. Lehetsz öreg, fiatal, elkaplak. Sarkadi Gabriellát korábban már láthatták az Egészségklinika című műsorban. Ő is átesett egy komoly sztrókon. Másfél hónapig nem tudtam beszélni, és inkább meg sem mertem szólalni, mert annyira elkent volt a beszédem, hogy nem lehetett érteni, hogy mit mondok. Gabriella akkor felvette a beszédét, ami így hangzott. És fel... Ez egy gyakor fiú. Fiknikeznek. Közben vitoráznak is, hát ahol. A stroke régi nevén gutaütés, népbetegség. Évente mintegy 40-50 ezer ember kerül Magyarországon stroke központokba, ebből 15 ezeren halnak meg szélütés következtében. Dr. Werner Hacke, a német Heidelberg Egyetem professzora Debrecenben a stroke új gyógyítási eljárásairól tartott előadást. A Magellánnak azt mondta, náluk már néhány éve nem nő a stroke-os betegek száma, de világviszonylatban több országban gyorsan növekszik. Nálunk Németországban 250 és 300 ezer között van évente a sztrókos megbetegedések száma. Ez világviszonylatban 20 millió beteget jelent, és ebből 9 millió meg is hal ebben. Mi most a legmodernebb sztrókgyógyító eljárásokról beszélünk, közben világszerte annak is örülnének, ha sok helyen legalább gyógyszerre futná. Tény, hogy a gutaütés nagyon kényes és alattomos betegség. Az ezzel foglalkozó szakemberek nem győzik eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos itt az időkorlát, hogy azonnal értesítsük a mentőket, ha valakinél a három fő tünet bármelyikét tapasztaljuk. Ezek pedig a féloldali végtaggyengeség, féloldali arc elernyedés, beszédzavar. Van egy ilyen statisztika, hogy a hétfő van a legtöbb sztrókos, aztán vasárnap a legkevesebb. Megvárják pénteken, néha valaki megvárja a hétfőt vele. Nem fájdalmas a sztrók, nem olyan, mint a mellkasi fájdalom egy infarktusnál, hogy egyből szól esetleg, vagy hát hamar szól a mentőknek, a családtagjainak a beteg. Ez néha észre sem veszi egyébként a családtag, hogy a fél oldalon lebénult a betegnek, nem úgy beszél. Az arcán talán látnak valami aszimmetriát, de nem mindig szólnak. Ez a legnagyobb hiba. A sztrókos betegnek ahhoz, hogy a gyógyulási esélyei minél jobbak legyenek, 4,5 órán belül meg kell kapni az életmentő vérrögoldó kezelést. Ezután már súlyosan károsodhat az agy. Csiba László professzor rengeteg sztrókos beteget mentett már meg, ő is az időt tartja a legfontosabbnak a sztrók gyógyításában. Ha valakit egy órán belül tudnánk vénás vérrögoldásra kezelni, akkor összesen 2 beteget kell kezelni ahhoz, hogy egy tünetmentes legyen. De ha ugyanezt a beteget a 3. és 4,5. óra között a sztrókot után tudjuk elkezdeni a kezelést, akkor már 21-et kell kezelni, hogy egy tünetmentes legyen. Tehát itt minden perc számít. A sztrók kialakulásának több rizikófaktora van. Magas vérnyomás, magas vérzsírszint, cukorbetegség, dohányzás, pitvarfibrilláció, elhízás, mozgásszegény életmód. Gabriella 36 évesen kapott sztrókot, időben sikerült megkapni az életmentő kezelést, a trombolízist, ami egy gyógyszeres vérrög feloldó eljárás. De így is napokat töltött kómában, és hosszú hónapok keserves munkájába került, hogy most újra teljes életet élhet. Hogy mit érzünk ilyenkor? Tehát azt a végtelen kiszolgáltatottságot, hogy a mindennapokban észre se vesszük, hogy ki tudunk menni a WC-re, hogy be tudjuk kötni a cipőnket, hogy le tudunk hajolni. És ezek a dolgok semmivé lesznek.
pár éve létezik a világon a stroke gyógyításának egy forradalmian új módja, ilyennel műtötték például Kulka Jánost is, ez nálunk úgy egy éve elérhető. Ilyenkor a combból egy nagy éren keresztül katétert vezetnek a vérrögig, amit keresztül szúrnak. Átdugnak rajta egy pici hálót, amit aztán kinyitnak, így ki tudják húzni a teljes vérrögöt az érből. Ezután gyorsan helyreállhat az agyvérkeringése. Ennek a korábbi verziója egy dugóhúzó eljárás volt, ami nem működött tökéletesen, mert többször maradt a vérrögből egy kis darab az érben. Ez az új eljárás egyébként akkor működik jól, ha egy nagyobb érben keletkezett egy viszonylag nagy vérrög, mondjuk egy centinél nagyobb. Ha kisebb érben keletkezik a stroke, ott továbbra is gyógyszeres vérrög feloldást alkalmazunk, vagyis hogy a két módszer közül melyiket alkalmazhatjuk, az nagyban függ a stroke típusától. Ez az új vérrög kihúzó eljárás egyelőre roppant költséges, viszont nagyon sikeres is. Magas arányban lehet szövődmény nélkül gyógyítani bele a sztrókos betegeket. Az ehhez szükséges szakemberek képzésére a kórházak egyre nagyobb figyelmet fordítanak. A Magyar Stroke Társaság azt kéri, ha valakinek környezetünkben felismerjük a szélütés tüneteit, azonnal hívjuk a mentőket.